Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban egy veretes pályaívet fogunk megismerni. Megtudhatjuk, bízom benne, hogy miként lesz valaki sportrajongóból, sportújságíró, televíziós szakember. Egy pályát fogunk bemutatni, az indítatást, a kihívást, a folyamatot, a színt, a kedvenc sportágakat. Szóval mindent, ami egy kiváló sportújságírót jellemez napjainkban 2020-ban is. Vendégem pedig Búzás Gábor, a Eurosport és a Fehérvár Média Centrum munkatársa. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy itt lehetek. Ez nem csak a műsorra vonatkozik, hanem egyébként is. No, ezt is. Tehát pályaívről beszélünk. Amikor azt mondom, hogy LeBron James, vagy Sterling, a komisszár, Federer, Wawrinka, Nadal, Murray, Serena Williams, Babos Timi, Fucsovics Marci, vagy Selby Carter, Ronnie O'Sullivan, Trump, Dink, Henry, Robertson, Murphy, vagy azt mondom, hogy olimpia, ausztrál foci, futball VB, sportfogadás, röplabda, világliga, ez mind-mind te vagy. Ezért aztán fontos, hogy eljussunk a végén ezekhez a pontokhoz, de ahhoz viszont meg kéne ismerkednünk azzal, hogy hogy lesz valaki egy fiatal sportrajongó, hogy választ magának hivatást, mi volt az indítatásod? Igazából az volt az indítatásom, hogy rengeteg sportot néztem. Tehát az Eurosport, ahova végül is kerültem, az nálunk már bejött, vagy bejött, máshogy is bejött, szóval akkor elkezdtem nézni, mikor még nem lehetett magyarul nézni, mert még nem volt magyar szerkesztőség. Tehát angolul kezdtem el már nézni az Eurosportot, és rögtön beleszerelmesedtem a síugrásba. Ez már az az időszak volt, mikor már így a fociból már kezdtem kicsit kimenni, mert ugye az emberek nagy része a fociért rajong, Magyarországon is, mindenhol. És nem is azt mondom, hogy kimentem a foci szeretetből, hanem elkezdtem érdeklődni mindenféle más sportok iránt. Ez ilyen gimnazista koromban volt. És hát ott volt a snooker, amit már 10-11 éves koromban láttam, és első látásra valamiért beleszerelmesedtem, azt nem tudom pontosan, hogy miért. De hát azért innen egy hosszú út vezetett oda, hogy én sportkommentátor, sportújságíró legyek. Elvégeztem egy valamilyen tanfolyamot a TFN, de az olyan kis érintőleges tanfolyam volt, találkoztam egy pár nagy névvel a szakmában, de igazából sokra nem mentem vele. Egyébként tudatos voltál? Tehát tudatosan készültél a sportújságírói pályára? Nem. És nekem az volt a nehézségem ezzel az egésszel, azért nem merült fel bennem igazán komolyan, hogy én sportkommentátor legyek, mert nekem sosem volt jó beszélőkém. Tehát vannak olyan kollégáim, sőt a kollégáim 80%-a olyan, hogy mondasz neki egy témát, vagy nem mondasz neki egy témát, és beszél egy órán keresztül levegővétel nélkül. Én nem ilyen vagyok. Én nem tudok ilyen flottul beszélni, nem tudok a semmiről beszélni, tehát itt azért volt egy nehézség ebben a részében a dolognak, és én úgy jelentkeztem, teljesen véletlenül jelentkeztem, amikor volt egy bővítés az Eurosportnál, én jelentkeztem, hogy jönnék, de hát jelentkeztek még pár százan rajtam kívül, és aztán valahogy bennmaradtam ott a többszöri szűkítés alkalmával. Igazából ez egy kis apró sztori, hogy én úgy maradtam benn, nagyon rossz próbakommentálásokat csináltam. Én is tudtam, hogy rossz, az elbíráló tanárom is tudta, hogy azok rosszak, vagy semmilyenek, inkább azt mondanám. És aztán eljött egy pillanat, amikor azt mondták, hogy na jó, akkor most egy vizsga kommentálás, hogy ha ez valakinek nagyon jól sikerül, akkor maradhat és jöhet velünk tovább. És akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, snooker vagy síugrás. Ez a kettő volt akkor is a kedvencem. És egy nagyon kedves barátom, szintén sportrajongó, azt mondta, hogy ne snooker legyen, mert az ott nem tud semmi olyan igazán izgalmas történni. Legyen síugrás, hát ha valaki elesik, hát ha valami olyan történik, ami izgalmas, amiről lehet ordítani, teszem azt. Mondtam, hogy jó, legyen síugrás, igazad van. Ittam két felest előtte, ami soha korábban nem fordult elő velem, és pedig akkor már 20-valahány éves voltam, de ez nem volt az én asztalom, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor elengedem magam, laza leszek, kicsit rásegítettem, mindenféle papír nélkül, csak egy rajtlistával bementem, és csináltam egy nagyon jó kommentálást, közvetítést, amire nem csak én mondtam azt, hogy jó, hanem akik nálam azért szakavatottabb voltak akkor,
És én így kerültem be, így maradtam ott, így mentem át az utolsó szűrőn. Volt példaképed egyébként, akire szerettél volna hasonlítani? Olyan nem volt, akire szerettem volna hasonlítani, mert általában nem szeretem az olyan dolgokat, amik hasonlítanak valamire, tehát zenében sem, sportkommentálásban sem, semmiben sem, de gondoltam, hogy ezt meg fogod kérdezni, és így átgondoltam, hogy kik voltak azok, akik nagyon meghatározó sportkommentátorok voltak. És az első ilyen az a Gyulai Pista volt, akit nem ismertem személyesen, mert nem ismerhettem személyesen, és mégis Pistának hívom a mai napig, mert annyira beleette magát. Mint mindnyájan, igen. Igen, annyira egy ilyen szeretni való karaktere volt a sportkommentálásnak, és nagyon szerettem, hogy ő kommentált, és az atlétika meg különösen nagy szerelmem volt mindig is, bár sose kommentáltam, de a mai napig imádom. És nekem ő volt az első, aki így hallgattam, hogy fú, ez úgy jó, ahogy van. És ki volt az, aki segített az első pillanatokban? Hiszen mindig kell egy mentor. Minden szakmában így van ez, aki, mert azért bármilyen jól indul valaki, óvatatlanul is vannak nehézségek egy pálya évben, főleg az elején. Aki átsegített ezeken a holdpontokon? Hát két ember tudok mondani. Az egyik az Szabó Gábor, aki a főnökön volt már akkor is az Eurosportnál, meg most is, aki mondott egy-két finomságot, egy-két dolgot, ami segített. Technikai dolgokat is mondott, meg olyat is, hogy erről ne beszélj, arról többet beszélj, meg egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos volt, még egy ilyen szemináriumszerű mondta, ez 15 éve történt, de a mai napig nagyon jól emlékszem rá, mert nagyon fontos volt. Azt mondta, hogy fogjátok fel ezt az egészet úgy, mint egy jó bulit. Mintha leülnél a meccs elé, néznéd, csak épp az a dolgod, hogy olyanokat mondj róla, amit mások esetleg nem tudnak. Nyilván rengeteget készülsz előtt, hogy ezeket el tud mondani, de úgy beszélj olyan közvetlenül, mintha csak néznéd a meccset a haverokkal, nyilván mondjuk káromkodások nélkül. A családod, a barátaid hogyan fogadták, hogy ezt az utat választottad? Hosszas. A szüleim részéről egy ilyen értetlenségi, hogy is mondjam, évek voltak. Tehát én bölcsész végzettségű vagyok. Éppenséggel lehettem volna tanár. Tudatosan nem végeztem el a tanár képzés részét a bölcsészkarnak, mert nem akartam tanár lenni. Mert anyukám az volt, és láttam, hogy ez nekem annyira nem feküdne. És már 4-5 éves sportkommentátor volt, amikor emlékszem, mentem haza, és akkor már sokat dolgoztam, tehát ez látszott, hogy ez működik. És apukám egyszer fölhívott így teljesen a semmiből, és azt mondta, hogy de figyelj, gondolkodtam, szerintem neked mégis inkább tanárnak kéne menni. Semmit más nem tudtam csinálni, csak röhögtem ezen, mert teljesen életszerűtlen volt. De azért szóval kellett pár éve, amíg ezt megemésztették. Ugye beszéltél arról, hogy miként választottál sportágat. Aztán eljön az az idő, amikor kikristályosodik, hogy mi az, amiben igazán jó vagy. Most a snookerről fogunk beszélgetni, nyilvánvaló, viszont elkerülhetetlen, hogy a pálya elején valaki azt csinálja, amivel megbízzák, és lehetőség szerint a legjobban. Ugye nálad is volt egy időszak, amit én felsoroltam, azokat a neveket, a különböző, az nem más, mint az 1060 cikkedből válogattam ki jó néhány nevet, olyan neveket, egy veretes névsort állítottam össze, ami a sokszínűségedet is mutatja, de kell-e egy sportriporternek, volt-e olyan időszakod, hogy untad a sokszínűséget, hogy kell foglalkoznod, tudnod kell, hogy mi történik az NBA-ben, a röplabda világligában, mi van a tollaslabda pályán, és így tovább. Óriási szerencsém volt ezzel. Ugye ezek cikkek, tehát ezek cikkek, az, hogy miről írok cikket, meg hogy mit kommentálok, az nem feltétlenül fedi egymást, mert egy csomó mindent nem kommentáltam, mert egyszerűen nem volt rá lehetőség, amiről mondjuk írtam cikket, de nekem mind a két témakörben óriási szerencsém volt, mert nem emlékszem mondjuk háromnál több kommentálásra, ami ne olyan lett volna, hogy én azt szeretem csinálni. Tehát az, hogy ülj be és kommentálj olyan dolgot, olyan sportágat, ami egyáltalán nem érdekel, ilyen csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordult elő, azért, mert az a kommentátor mondjuk szabadságra ment. Tehát csak tényleg ilyen beugrás szinten. Tehát nekem nem kellett megismerkednem egy olyan sportággal, ami nem érdekelt sosem. Óriási szerencsém volt ezzel. Mi hozott áttörést?
és melyik sportág. Van-e, volt egy olyan pillanat, vagy éppensége, ugye ez egy, vagy a folyamatnak az első része? Hát ez... Mondjuk, ha azt mondom, hogy olimpia 2012. Nem, az olimpia nem. Az olimpia nem, mert ott csak kis feladatokat kaptam, mert ugye leginkább a tollas, röplabda, ezek jöttek nekem az olimpián, mert ezeket szeretem. Egyébként tollasozom is, röplabdázom is, hogyha úgy hozza a sors. Nagyon szeretem ezeket a sportokat. Nekem a snooker, tehát snooker volt az első közvetítésem, egyszer csak szólt a főnököm, hogy te figyelj, mi lenne, hogyha jövő héten nem egy próba kommentálásra ülnél be, hanem egy éles kommentálásra ülnél be. És ez olyan volt, hogy a mai napig emlékszem rá, hogy 3 órára volt kiírva a műsoridő, hát mit tudtam én, hogy milyen hosszú lesz egy közvetítés a világbajnokságon, a 2006-os világbajnokságom, Joe Perry és Marco Fu mérkőzése volt, azt hiszem, vagy Ellen McManus és Marco Fu, és 4,5 óra volt a közvetítés, és úgy mentem haza, hogy egyrészt a fáradtságtól bedőltem az ágyba, másrészt pedig kb. Üvöltöttem a boldogságomban, mert nagyon kevés dolog volt előtte is, meg utána is, ami megközelítette azt a szintet, hogy te jó ég, én most, ez így leesik az embernek, hogy bennül egy kockában, ahol nincs senki, csak két monitor vagy kettő, és te jó ég, most olyat csináltam, amit pár tízezren hallottak. Nekem ez volt a nagy áttörés, az első adás. Eltelt másfél évtized, és olyan szinten építetted fel a hazai snooker életet is, és a közvetítésekről nem beszélve, ami azt hiszem, hogy elismerésre méltó mindenféle értelemben. Melyik volt az az első igazán nagy mérkőzés, és egyáltalán egy kommentátor válasz, van-e egy kommentátornak kedvence? Nekem, mint nézőnek meg kell, hogy valljam, én is a Roni hívők közé tartozom, de azért értelemszerűen nekem a mostani fiatalok, Trump, Selby ugyanúgy tetszik, de Roni örök. Hogyan tudja függetleníteni magát, és hogy lehet megtanulni azokat a finomságokat, amik a snookert jellemzik? Hiszen ne feledjük, a kívülálló igazából még azt se tudja felbecsülni, hogy milyen óriási ez az asztal, hogy 4 méter, meg 2 méter, és mennyi az átmérője. Így van, hát várj, először mondtál valamit, amit azért picit cizellálnék, tehát az, hogy én megszerveztem a snooker, magyar snooker életet, az egy túlzás. A snooker élet, az egyik atya vagy. Az nagyon jól megvolt nélkülem is a snooker élet, csak egy olyan állóvízszerű volt, de az, hogy a snooker élet mit változott, ehhez van talán valamennyi kis közöm, de leginkább azért, mert elkezdtem szervezni a snooker gálát, az egy másik történet. De magához a snooker élethez nekem azért olyan sok közöm nincs. Tehát ők versenyeznek, játszanak, az egy külön dolog. Az, hogy nincs kedvencem, nekem Mark Williams volt a kedvencem nagyon-nagyon régóta. A mai napig mondhatom azt, hogy ő a kedvencem. Ezt talán már adásban is beszéltem erről, nem érdekel, hogyha ezt valaki tudja. De alapvetően aki jól játszik, azt szeretem. Tehát engem ez nem érdekel, hogy... Semmi nem érdekel, hogy néz ki, vagy hogy miket szokott mondani a szabadidőben. Hogyha valaki jól játszik, az jól játszik, nem érdekel. És az, hogy hogyan tudom magam függetleníteni a szimpátiától, az érdekes módon egy foci EB alatt dőlt el. Én akkor szoktam le a foci rendszeres nézéséről, mert addig nagyon sok focit néztem, de a 2004-es Európa-bajnokság, az nekem egy olyan szintű csalódás volt, nem is az, hogy a görögök nyertek, hanem hogy nem a csehek nyertek. Majdhogy nem bőgtem, amikor a csehek kiestek az elődöntőben, és onnantól fogva én azt mondtam, hogy nincs igazság a földön, és én nem szurkolok senkinek, ha valami jó, meg szép, az tetszik, de én onnantól fogva nem szurkolok semmilyen sportban senkinek, és ezt vannak, akik vitatják, meg nem hiszik el, de ez így van. Mi a fejlődés záloga a kommentálásában, mármint a snooker kommentálásában? Hiszen most már olyan finomságokat is tudsz, és közölsz velünk, ezt tapasztalom, amiket mi nem veszünk észre. Ez az elsődleges feladata egyébként, azon felül, hogy tényszerűen számoljon be az eseményekről? Szerintem igen, sőt a tényszerűséget én el is tudom engedni néha, mert végül is tévé, tehát látszik azért nagyon sok minden, még a számok is, tehát ugye az eredményjelző is ott van. Hát ez egy hosszú fejlődési folyamat volt, mert az első adásomban emlékszem, olyanokat mondtam,
amik szakmailag nem állják meg a helyüket. Tehát ha jól emlékszem, piros golyó helyett vörös golyót mondta meg, ilyen eszméletlen butaságokat, egyszerűen azért, mert én nem hallottam magyarul snookert, angolul néztem már nagyon régóta, de most ezt magyarul hogy mondják, hát ezt vagy tudod, vagy nem tudod. Én nem tudtam. És Kuruc Laci kollégám dörgedelmes stílusával, de teljesen igaz módon kijavította a dolgokat, helyretette a fejemben, és akkor onnantól fogva jól mondom ezeket a szakkifejezéseket. Hogy a finomságokra hogyan, nyilván olyan szinten nem tudom a finomságokat, mint a játékosok, akik minden nap ezzel foglalkoznak, mert ez lehetetlen. De én vettem a fáradtságot, és elmentem Fodor László snookeroktatóhoz, és 3 évig jártam hozzá, nagyon jó barátok is lettünk, és a biztonsági játékról olyan dolgokat tudott mondani, amiket ugye Magyarországon nem biztos, hogy nagyon sokan tudnának, és ha ennek már a tizedét beépítem a kommentálásokba, akkor az jó szerintem. Igen, tehát ez egy nehéz játék, maradjunk ennyiben. Nagyon. Mindenképpen. Mi a különleges benne? Hiszen ugyanúgy megvan a 6 lyuk, és így tovább. Igazából az a különleges benne, hogy nehéz. Iszonyatosan nehéz, és engem szerintem nem az nyűgözött le eleinte, hogy nehéz, mert én ezt nem tudtam 10 éves gyerekként, mert nem is láttam snookereztelt élőben elég sokáig, hanem az, hogy ez az intellektusra hat. És én meg egy olyan ember vagyok, aki, hogy is, nem azt mondom, hogy az érzelmi világom az satnyább, de én egy ilyen nyugis, kicsit talán hűvös ember vagyok, akinek az intellektus sokkal fontosabb sok szempontból, mint bármi más. Tehát én nem fogok egy foci meccsre kimenni azért, hogy mit tudom én, anyázzam a bírót, vagy kiadjam a feszültségeket, hanem én leülök és snookert nézek 3-4 órán keresztül, mert az intellektussal hat. Ugye párban jár a snooker kommentátor élete bizonyos értelemben, gyakorta a nagy versenyeken mindig ketten vagytok. Hogy választotok párt magatoknak, hiszen a kétféle stílus találkozik. Nem ütközik, hanem mindig kétféle stílus találkozik egy-egy kommentátor párnál. Hát ezt nem mi döntjük el, hanem ez egészen egyszerűen úgy néz ki, hogy van a Kuruc Laci, aki a snooker magyar hangja, ő a szakértő, és mellé a főnök beoszt valakit kommentálni. Általában most már csak döntőket szoktuk párban kommentálni, és korábban még elkezdtem, kérdezted, hogy ki az, aki hatással volt rám. Hát a Kuruc Laci nagyon nagy hatással volt rám, mert bár emberileg teljesen különbözünk, de semmilyen közös halmazt nem tudsz mondani, vagy nem tudnánk mondani emberileg, hogy mi az, ami hasonlít, de a snooker az olyan szinten, a snooker imádata olyan szinten összeköt minket, hogy ebből a szempontból meg nagyon jól megértjük egymást, és tőle rengeteget tanultam arról, hogy mennyire lehet szeretni és értékelni a snookert, a jó snookert. Ha már itt tartunk, azt tudjuk, hogy világszinten rendkívül népszerű, pont erről beszélgettünk a műsor előtt, hogy nem az igazi nézők nélkül, ezt mi is tapasztaljuk nyilván, de azért most már megint életre kelt ez a sportág is. Viszont hol tart Magyarországon? Hát gyerekcipőben, ahogy azt mondani szokták, de van most 2 nagyon-nagyon tehetséges fiatalunk, akik közül Révész Bulcsú a fiatalabb, ő most 13 volt januárban, 3-4 éve snookerezik, inkább csak 3, és így fejlődik, tehát ilyen ugrásszerűen. Hát én inkább azt mondanám, hogy egyenesen, de folyamatosan fejlődik. De róla mondtad, hogy elérheti az európai, ha nem is az él, de azt a szintet, ami vagy... Ez gyakorlás kérdése, vagy tehetség? Tényleg, hogy aránylik egy snooker játékosnál a tehetség és a szorgalom? Hát, ezt nehéz megmondani. A Bulcshoz visszatérve szerintem ő bármit elérhet. Tehát, hogyha kiköltözik Nagy-Britanniába, már pedig vannak ilyen tervek, akkor bármit elérhet. Nagyon-nagyon-nagyon sokra viheti a srác. A tehetség vagy gyakorlás, hát Ronnie O'Sullivan tartják az egyik ösztönösebb, leggeniálisabb játékosnak. És ő maga kikéri magának, mikor ezt mondják, mert hogy ez azt feltételezi, mintha ő nem gyakorolt volna eleget, és nem dolgozott volna eleget, ami nem igaz. Tehát ez rengeteget kell gyakorolni, rengeteget kell dolgozni. Ha valakinek van egy ösztönös tehetsége, akkor az lendületesebben játszik, jobban nézhető a játéka, könnyebben dönt, gyorsabban dönt. Judd Trump, Ronnie O'Sullivan, ugye az adódó példák, de nem kell kevesebbet, vagy nem kellett legalábbis a pályája meghatározó részén kevesebbet gyakorolni, mint mondjuk Mark Selbynek. Ugye Révész Bulcsút említette, Szolnoki Olivéra másik, aki szintén egy jó játékos,
De ő púlos. Ő púlos. Ő púlos, igen. Akkor ezt elhibáztam. No, de mindegy, a lényeg az, hogy van-e háttországa a snookernek itthon. Már tehát vannak-e klubok, vannak-e olyan szintet, nem úgy értem, mint annak idején, amikor biliárdoztak mindenütt jól szólóan, meg rexeztek, bár ennek semmi köze a snookerhez nyilván. De vannak-e olyan klubok, amelyre lehet építkezni? Hát klubok nincsenek, nagyon-nagyon pici a snooker élet. Régebben, a 90-es években, a magyar snooker hőskorában, akkor még voltak itt-ott-amott országszerte, voltak asztalok, egy-két asztalok, és mit tudom én, Kiskun, Halason azt hiszem voltak rendszeresen versenyek. Most már sajnos ezek az asztalok eltűntek, egyszerűen nem rentábilis fenntartani őket, és szinte kizárólag Budapesten vannak asztalok, ami hát eléggé behatárolja ugye a készülést is, meg a versenyzést is, úgyhogy hát ebből a szempontból rosszul áll a magyar snooker. Viszont nagyon sokat teszel azért, illetve tesztek azért, hogy ez mégse így legyen, hiszen azért a meghívásos snooker gálák azért most már bejöttek. És ha egy világbajnokot lát valaki, akkor az nem, tehát legalábbis lehet reménykedni, hogy ez nem egyszeri történet, hanem elindul valami. Hogy lehet megszervezni, például ugye Neil Robertson is itt volt, hogy lehet megszervezni, hogy egy abszolút világsztár eljöjjön? Ez csak pénzkérdés? Nagyon nagy részt pénzkérdés, igen. Ronnie O'Sullivan egy külön, hogy is mondjam, külön állatfaj, mert nála az kell, hogy éppen olyan lábban ébredjen föl, hogy azt mondja, hogy igen, eljövök, és aztán el is jöjjön, tehát az egy nagyon más történet. De alapvetően pénzkérdés, nyilván jól megcsinálni egy gálát, ahhoz több kell, mint pénz. Ebből viszont nem én vagyok az illetékes, hanem a szervezőtársaim Weber Gábor és Csurkó Balázs, akik ebben nagyon jók és nagyon ügyesek, és igazából a snooker gála miattuk jó. Az én szerepem ebben inkább az, hogy egyáltalán létezik a snooker gála, mert én találtam ki, hogy legyen, én kezdtem el az egészet szervezni, meg összegyűjteni, de az, hogy jó a snooker gála, már pedig a nézők és a nézőszámok azt tanúsítják, hogy jó, az nekik köszönhető. No, megérkeztünk egy kicsit a magánéletedhez, mármint annyiban, illetve a szakmai életedhez. Ugye olvastam rólad, hogy fővárosi lét, macska, old school bútorok, konyha, Balaton. És most már ugye a Balaton, mint az egyik kedvenc tájékod Magyarországon, egyben az otthonod is. Igen, hát ez úgy néz ki, nagyon röviden összefoglalva, hogy gyakorlatilag 40 évig Budapesten éltem, Budapesten születtem, Budapesten éltem, és besokaltam. Tehát az utolsó egy-két évben éreztem, hogy nekem ez sok, nekem ez túlságosan nyüzsgő, túlságosan tele van Budapest, és úgy döntöttünk a feleségemmel, szerencsére ő is ezt így érezte, úgy döntöttünk, hogy akkor mozduljunk, és egy hosszabb folyamatnak az lett a végeredmény, hogy Balatonra költöztünk. Tehát Balaton-Almádé az otthonod. Igen. Jelen esetben, és az egyik munkahelyed pedig a Fehérvár Média Centrum. Így van. Hogy fogadtad el ezt az invitálást, illetve hogy kerültél ide? Úgy kerültem ide, hogy ismeretség útján kerültem ide, és igazából nekem az volt az izgalmas, hogy ugye én, hát mondhatjuk, hogy világéletemben sporttal foglalkoztam. Engem az izgatott, hogy itt nem sporttal kell foglalkozni. Mindig is odafigyeltem arra, hogy ne csak sporttal foglalkozzak, mert úgy éreztem, hogy abban nagyon bele lehet bármivel, hogyha az ember csak egy valamivel foglalkozik, nagyon bele lehet süppedni, és mielőtt itt dolgoztam volna, volt, hogy fordítottam mellette, volt, hogy tanítottam angolt, és nagyon-nagyon rövid időszakok voltak, amikor csak a sporttal foglalkoztam. És itt meg az a kihívás, itt mással kell, itt emberekkel kell foglalkozni. Tehát a bölcsész bölcs gondolatai arról, hogy a világ nem csak a sport. Hát sőt, azt kell, hogy mondjam, bár nem biztos, hogy nekem kéne ezt mondani, de hogy azért vannak jóval fontosabb dolgok a sportnál. A sport egy jó szórakozás, jó időtöltés, kikapcsolódás, de hát azért vannak fontosabb dolgok. Tehát az egyik oldalról a hivatásodon belül egy kicsit most már szárnyalhatsz a köznapi létben, életben is. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ez idő alatt itt a környéken, Székesfehérvár is környékén? Én nagyon megszerettem Székesfehérvárat. Olyan igazi bunkó pesti módjára én nem ismertem Székesfehérvárat sem.
Győrt sem, Veszprémet sem, mondhatnék pár várost. Mint egy átlagos budapesti, azért mi úgy vagyunk vele, hogy van Budapest, és van a vidék. És ez nagyon-nagyon-nagyon megváltozott bennem, szerencsére. Tehát azért örülök, hogy egy ilyen rétegződés kialakult, vagy mondjuk úgy, hogy sokszínűség az életemben. És teljesen más a lépték, akár Balatonon, akár Fehérváron, akár Budapesten, tehát azért ezek ilyen orgonasípokként működnek, teljesen más a lépték, és nekem ez a lépték szimpatikusabb. Tehát tényleg nekem Budapest már sok volt, és jobban szeretem, hogyha a dolgok kisebbek, kisebb körben működnek, átláthatóbbak, kedvesebbek az emberek. Most nyilván nem mindenki, nem lehet ezt azért így ráhúzni egy az egyben, de nekem ez jobban bejön. Annyi szent, hogy értékteremtő történet a tiéd. Mire készült most? Nem itt, hanem a snooker gála megy. Most elkezdődött a pandémiás időszakban nézők nélkül. De ezen túl lesz-e valami olyan rangos esemény, amire majd oda kell, hogy figyeljünk? Hát lesz világbajnokság. Ha minden jól megy, akkor július 31-től lesz világbajnokság. Most ugye azon imádkozik mindenki, hogy ne nézők nélkül legyen, mert ez tényleg nem az igazi. Aztán meg nyilván mi már mocorgunk a szervező társaimmal a következő snooker gála, a hatodik snooker gála ügyében, de hát egyelőre még semmit nem lehet tudni. Tehát ez a járványhelyzet, ez mindennek betette a kaput, tehát nincs még jövő évi versenynaptár, ugye ősszel, vagy hát kb. Most kezdődne a következő szezon, de hát még a VB-t sem játszották le, ami zárja a szezont, tehát nincs még 20-21-es versenynaptár, hát így még nem nagyon lehet szervezni semmit. No, hát lett légyen valaki bármilyen veretes, remek szakkommentátor, nyilván nem jós, de azért megkérdezlek, ki nyeri a VB-t? Ebben a helyzetben is lehetetlen megjósolni. Én Brahiból azt mondom, hogy Trump, mert olyan még nem volt, hogy valaki megvédje az első világbajnoki címét, szerintem ő lesz az, akinek ez sikerül. Rendben van, szabadon foglak. Én Sullivan rajongóként továbbra is Sullivannek szurkolok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további jó munkát, és tényleg köszönöm a nézők nevében is, hiszen azért a visszajelzések érkeznek, hiszen járunk emberek közé, hogy jó dolog, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A vendégem Búzás Gábor volt, az Eurosport és a Fehérvár Média Centrum munkatársa. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!